Sziasztok! A mai részben meglátogatunk egy krénsavas tavat egy vulkánnak a kültőjében, majd pedig megnézzünk egy olyan piramist, ami lehet, hogy piramis, lehet, hogy nem piramis, majd pedig jól elbújuljunk. Ez a krénsavas tó, amit látni fogtok, ezt a helyet amúgy Kavakutiknak hívják. Ez a Patuha vulkánnak a kürtőjében gyűlt össze, ami már az 1600-as évek óta alszik, és nagyon savas. Lehetetlen fölvenni itt bármit, mert mindig jön egy nagyon hangos motor, de most akkor megpróbálom őt ügyére. Szóval ezzel a robogóval jöttünk fel ide, nagyon magasan, nem tudom hány méteren. Az ott a háttérben a Szadahurit nevű piramis, ami valójában nem piramis, de annyira megtévesztett például német archeológusokat is, hogy ide jöttek kutatni, hogy ez esetleg piramise vagy sem. A helyiek viszont elmondták nekünk, hogy nem az. A német kutatók eredményeiről pedig nem látott napvilágot eddig semmi, úgyhogy tulajdonképpen nem derült ki, hogy valójában ez micsoda, de egy ilyen szép hegynek tűnik. Azóta én megtaláltam ezeknek a tudósoknak a kutatásának az eredményét, amiben is azt állítják, hogy nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy a természet alkotta volna ezt a hegyet, piramist, úgyhogy én elhiszem, hogy ez egy piramis. Már csak azért is, mert annyira eltévedtünk körülötte, és valahogy annyira nem tudtunk megszabadulni tőle, körbe-körbe mentünk kb. A hegy körül, hogy biztos, hogy piramis és Valázs ereje van. Én még amúgy életemben nem tévedtem el ennyire. Kétféle térképet használtunk, és amerre mentünk volna, tehát a térkép mutatta, hogy forduljunk le egy útra, illetve hát többször újra terveztettük különböző útvonalakra, és mindig az út, ahol mutatott, hogy forduljunk le, az konkrétan egy ilyen ösvény volt, vagy egy kis semmi. És az út, amin megmentünk, az egyszer csak elkezdett szép lassan eltűnni, majd még jobban eltűnni, és igen, meglátjátok. Google Maps Indonézia. We'll be right back.
második otthonomtól most egy kicsit el kell búcsúzunk, de ne csüggedjetek, mert hamarosan jön Bangkok. Addig is, hogyha tetszett a videó, iratkozz föl, megtaláltok még Facebookon és Instagramon is.